Tessék! Sziasztok! Mi vagyunk a Qualiton zenekar, akikre azért érdemes szavazni, mert... Qualiton az egy 9-10 éve létező zenekar. Csak 9. A 60-as évek zenéje az, ami leginkább hatott ránk mindig, de nem gondolom, hogy ez kizárólag meghatározza a zenekar stílusát. Ami nekünk nagyon fontos, az egész zenéhez való hozzáállás, ami azt a kort idézi, amikor szerintem sokkal, sokkal hitelesebben a zenéről szól. Frissen felvett Shallow című számhoz forgatunk videóklippet. Egy olyan cowboy történetét meséli el, aki valamiért a napjainkba csöppen. Mindenki hülyének nézi, hogy mit akar lóval az ember. Ha ez egy ilyen igazi fegyvertáska, akkor ez nagyon furcsán működik, mert hogy filmekben csak azt látod, hogy így előkapják, de ez körülbelül 8 másodperc. Szerintem abban, hogy angolul énekelünk, nincs feltétlen tudatosság. Szokták mondani, hogy ennek a zenének az anyanyelve az angol. Nagyon fontos az, hogy miről énekelünk, miről szól a dal, de fontosabb az szerintem, vagy legalábbis nekünk, hogy így zeneileg mit tesz hozzá az éneklést. Azért vagyunk itt a bowling pályán, mert nagyon ritkán adatik meg az a lehetőség, hogy így együtt csináljunk valami közös programot, mint ez akár. Úgyhogy ez most nagyon jó kis csapatépítő. Van az a zene, aki a közönségnek zenél úgy, hogy tudatára adja a közönségnek, hogy én nektek fogok zenélni, és van az a zenekar, meg az a zene, aki a zenei öröméért zenél, és csak átmegy a falon. Gratulálunk! Nem, pontszámú alapján tényleg gratulálom! 2016. augusztusában adtunk egy koncertet a Lánchíd Pesti oldalánál, a Ponton nevű helyen, és a koncert után megjelent a Red Hot Chili Peppers. Bocsánat, a koncert közben már ott voltak, de mi ezt nem tudtuk, vagy legalábbis nem vettük őket észre, és másnap meghívott minket vacsorázni, harmadnap meghívásunk az arénás koncertjükre. Tulajdonképpen ez a Red Hot Chili-s történés nagyon megadta ennek a lendületet. Mutatják, hogy minden rendben van. Jön az utolsó blokkunk, azaz 5 számot fogunk még eljátszani. Gyere kislány, legyél velem durva cíművel kezdünk. We'll be right back.
was so nice, I became her toy. I said enough, she said more, more, more. Ooh, my baby got to me. Ooh, my baby's needing me. Ooh, my baby's wanting me.
the nice. I can see through all the lies, stealing a view of life by myself. Now I know that I've known you. I've set sail on my own. Now I'm only gone. We'll be right back.
aztán tapsolni a tévé előtt is. We'll be right back.
Köszönjük szépen még egyszer, a Kvalitón zenekart láttátok, hallottátok. Borcsik Attila, Izi, a Petőfi Rádió zenei főszerkesztője, és Süli András, a Campus Fesztivál program igazgatója itt van velem, illetve a Qualitons két tagja is lezúzott a színpadról, de akkor ti még szusszanjatok egy pillanatig, és titeket kérdezlek, hogyan tetszett a koncert? Remek, én ismerem a zenekart régóta, hozták a formájukat. Gratulálok, üdv a nagy színpadon. Tényleg fantasztikus volt, tetszett, nagyon jó volt az egész, jó volt, rendes húzása volt neki. András, neked hogy tetszett? Nekem is. Kicsit bővebben kifejtve. Nehéz az ilyenkor egyébként, hogy face to face, de mondjuk az előbb nekem a Veráikkal is el kellett ezt játszani, viszont nekem nagyon jó, mert nagyon rég hallottam a Qualitons, sok-sok éve hallottam utoljára élőbe, meg minden, és iszonyú sokat változott. Nekem ilyen három dolog volt most így hirtelen a fejemben. Az egyik az az, hogy korábban nem tudtam, hogy ennyire van sláger faktor, hogy ennyire ki tud jönni, és szerintem tökre elindult a Qualitons abba az irányba, hogy ez benne van. A másik, hogy Huni, nem tudtam, hogy tudsz úgy énekelni majdnem, mint az Alex Turner. Tehát, hogy volt ilyen Arctic Monkeys-os beütés valahol, de nem rossz értelemben, hanem hogy így az utolsó előtti dal volt olyan, ami egy picit hajaz. Hajaz, de hogy így pont jó. De én ezt Booknak veszem, meg, tehát az Alex Turner nem. Én is annak venném. Én meg annak szántam teljes egészében. Meg hát így nagyon, nagyon durva az egész. Jó, hogyha rosszabb kell, vagy ilyen kritikát is meg kell fogalmazni, akkor az, hogy ilyen, amennyire zseniális zenészek vagytok mind a színpadon, meg minden, így a sound, az szerintem nincs annyira még kikerekítve. Aha. Tehát az eddig általam hallott négy koncertből a Qualiton szólt a legkevésbé jól. Komolyan? Aha. Puha. És közben meg minden ez más. Ez nem biztos, hogy a nekünk szánt kritika, hanem a körülményeknek, vagy a hangtechnikának, vagy a, most nem mondom, hogy a hangosítónak, mert ő a barátunk, de... Igen. Levi, te is nyugodtan szólj bele. Bocsánat, semmi. Nem, hát végül is ez nekünk is szólott, tehát én érzek ebben jogosságot egyébként, mert azért még nincs teljesen kitalálva. Tehát például most csináltuk először azt, hogy a lehető legkevesebb dolgot kértünk a monitorokba, és lehetőleg csak éneket is próbáltunk úgy megszólalni már az alapokról, az erősítőkről a színpadon, hogy ez elegendő legyen. És hát lényegében kísérletezünk még ilyen módon. Tehát ami próbateremben megy, meg kis klub szinten működik, azért az tényleg más, tehát más hangzás. Izi, ezt te is így érezted? Nem, nekem nem volt annyira probléma. Mondjuk a Vera tényleg egy kicsit talán jobban szólt előtte, de azt szerintem az inkább ilyen hangszerelési dolgok miatt. Az is. Hát, ez elég sokkal nyersebb volt a tiétek. Viszont ami pozitívum, az abszolút a vokálok. Tehát meg én nagyon bírom, amikor többen énekelnek. Tehát ez nagyon tetszett, és az elég egyedi is. Azért itt a legszínpadon belül is, hogy mindig is szoktam mondani, hogy vokálozzanak rendesen az emberek, és itt megtörténik, az nagyon jó van. Andris? Hogy abból amúgy lehetne még több, tehát hogy így pont ez a... Igen. Szerintem elmozdultak ebbe az irányba, de hogy nem úgy több, hogy most több szólam, vagy valami, hanem hogy többször jöhetnének olyan részek a dalokban. Tehát látszik, hogy imádtok zúzni, és az így most is nagyon, mert nekem még cseng a fülem egyébként, hogy tök furán érzem magam most így beszél közben, meg innen, de hogy közben mondjuk ahhoz, hogy ez Magyarországon tényleg nagy színpados lehessen, ahhoz valószínűleg pontosan azok a együtt énekelhető sokálos részek kellenek majd. Ez és a másik, nekem a veszőparipám a magyar nyelv, tehát még az lehet egy erősebb kapocs köztedés a közönség között, hogyha magyarul énekeltek. Hát a kérdés, hogy mi a cél? Az a végső cél ezzel a zenekarral. Egyelőre nem érezzük azt, hogy magyarul kéne énekelnünk azért, hogy több emberhez eljussunk. Feltérő, ha Magyarországon akartok. Ez meg a másik, igen, ezt most sem akartam mondani. De én attól sem félek egyébként, hogy a zenekar külföldön is magyarul énekel. Szerintem az nincsen semmi gáz. Ti hogy éreztétek magatokat, összegezvén egy picit a dolgot? Én nagyon-nagyon féltem. Utána átadom a mikrofon neked, Levi, megígérem. Csak én nagyon-nagyon aggódtam amiatt, hogy fogom ezt a napot végigcsinálni, úgy épp ésszel. És ahhoz képest nagyon, nagyon jól éreztem magam a Qualitons koncerten is. Elfáradtam nagyon. Azt ugye tudják a nézők, hogy igen, a Hunor dobolta az előtte. Igen, a zenekarban doboltam. És te doboltál konyhába is, ugye?
az első konyha kislemezenében van. Ott is hát egy álláshalmozó vagy, Hunor, ezt nyugodtan kimondhatjuk, de ez csak a pusztán kedvességben lesz ide. Levinek is elmondja ő, hogy érezted. Szóval még ezt le a kalapot, hogy tényleg. Hát eléggé, nem tudom, én stresszesen éltem meg ezt a napot, meg ezt a felkészülési időszakot is egyébként. Nekem valahogy ez így nehéz volt, meg így erre kicsit így rá is görcsöltem erre az egész napnak, vagy erre a napra, hogy kifutott ez az időszak. Aztán ahogy közeledtünk a koncerthez, egyre inkább kezdtem megérezni, hogy mi is történik valójában. Tehát annyi minden történt a zenén kívül, hogy már nem értettem, hogy mi van jóformán. És akkor ez csak, ja, hogy itt játszani fogunk, és akkor zenélni, és akkor utána már jó lett. Tehát a zene közben végül is feloldottam. Már picit talán előtte is.